Köszöntöm nézőinket, ez a Hazahúz, én Rozsi Marianna vagyok. Mai adásunkban folytatjuk szigetvári sétánkat. Ez alkalomból, kapcsolódva az előző szigetvári adásunkhoz, felkeressük a város további látnivalóit és épített értékeit, de kitekintünk a környező kis településekre is, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani. Nézzenek minket! Szigetvár külterületén található egy emlékpark, melyben Zrínyi Miklós és első Szulejmán szultán hatalmas portrészobra ejti ámulatba a látogatókat. A két hadvezér a szigetvári várért és városért csaptak össze, amely a szultán seregének a győzelmével végződött. Zrínyi Miklós és vitézei életüket áldozták a csatában, amikor kirohantak a várból, tudván, hogy semmi esélyük a győzelemre. A magyar és török nép közötti megbékélés emlékére alakították ki a Magyar-Török Barátság Parkot, melyet a világ számos országából is felkeresnek. Még Szigetváron vagyunk, de itt, ahol állunk, ez mégis török föld. Ez hogy lehet? 1994 a megoldás dátuma, ugyanis ebben az évben a török állam akkori vezetése úgy döntött, hogy Szulejmán szultán, illetve Zrínyi Miklós emlékére egy új koncepciónak megfelelően, a magyar-török barátság koncepciónak megfelelően egy emlékparkot fog létesíteni Szigetvár határában, és ebből az alkalomból Törökország 99 évre egy jelképes összegért kibérelte ezt a területet, így tehát jelen pillanatban török földön állunk. És itt állunk Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán arcképei előtt. Milyen anyagból lett kifaragva a két figurának az arca, és hogy ez a parkkal együtt készült el? Igen, ez a két monumentális figura a parkkal együtt 1994-ben készült el, és monumentálisak, mint hogy maga két egyéniség is monumentális volt. A különbség a kettő között ez a kezdeti időszakban annyi, hogy még Szulejmán szultánnak ezt az arcképét egy fémöltözetből készítették el, bronzöltözetből készítették el, addig szegény Zrínyi Miklós az egy ilyen valamilyen fémkereten, valami nem tudom milyen anyagból készült, és ugye mindig kedvenc szokása volt az akkori látogatóknak, hogy ide jöttek megkongatni Zrínyi Miklóst, és akkor kongott belülről. 2016-ban aztán megszűnt ez a, lehet mondani, hogy szégyen teljes állapot, ugyanis a török állam magára vállalta, hogy egyrészt kibővíti, megszépíti a parkot, ezt aki ide eljön, az láthatja is, hogy mennyire megszépült. A másik pedig az, hogy ezt az utánzatot megfogták, elvitték, és ugyanaz az alkotó, aki Szulejmán szultán arcképét elkészítette ebből a bronzötvezetből, ugyanúgy kiöntötte Zrínyi Miklóst is, és azóta a két monumentális alak ugyanabból az anyagból áll egymás mellett. Természetesen megvan ennek is az oka, nem egymással szembe, mint két ellenség, hanem egymás mellett. A park az milyen elemekből áll? A parknak alapvetően három fő része van. Van egy rituális kút, ahol a hitű muzulmánok, hogyha imádkozni akarnak, akkor a rituális mosdást elvégezhetik. Ez a szoborcsoport itt középen, illetve mögötte van a Szulejmán szultánnak egy jelképes türbéje, egy jelképes síremléke. És látok információs táblákat, azokon mi olvasható? A felújítást követően lettek ezek a táblák elhelyezve, és aki szán egy kis időt, vagy nem is olyan kis időt, hogy ezeket a táblákat végigolvassa, akkor a magyar, illetve a török történelemnek azoknak a fontos személyiségeit ismerheti meg, azokról a fontos időpontokról kaphat igen pontos és részletes tájékoztatást, amelyek a két nép együttműködését igazolják, illetve megpecsételik. Ugye itt Rákóczitól kezdve Kossuth Lajoson keresztül ugye nagyon sok nevet lehetne említeni. Itt szoktak lenni ebben a parkban rendezvények, ünnepségek? Egy ünnepség szokott lenni minden évben, szeptember hónapban az Zrínyi emlékünnepségek keretében, a török állam képviseletében, magyar állam képviseletében és a horvát állam képviseletében is szoktak koszorút elhelyezni tisztelegve ezelőtt a két nagy egyéniség előtt.
Szigetvár kiemelkedő kulturális helyszíne a Vigadó, melynek épületét a hazai organikus építészeti irányzat megteremtője Makovecz Imre tervezett. A kulturális központban ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal várják a látogatókat egész éven át. A kulturális intézmény kertjében pedig Somló Tamás mellszobra áll, nem véletlenül, hiszen a népszerű, kedvelt zenész többször koncertezett a Vigadó színpadán. Szigetvár közvetlen szomszédságában várja vendégeit az Ébner Pincészet és Panzió, amely a Szigetvár fölé magasodó Mosgói szőlőhegyen található. A természetközeli nyugodt szálláshelyen, távol a város zajától, tökéletesen ki lehet szakadni a monoton hétköznapok taposó malmából. A panzió melletti pincészet pedig több mint 9 hektáron termeszt szőlőt, amiből sok-sok érmet begyűjtő, kellemes zamatú, minőségi bor készül. András, nálatok családi tradíció a szőlőművelés és a borkészítés, hiszen a te családodban az 50-es évekig visszamenőleg ezzel foglalkoztak. Ezért teljesen egyértelmű volt, hogy te is majd ezzel kezdesz foglalkozni? Nálunk igen, etértelmes volt. Már 955 óta, szóval több mint 1000 év óta szőlővel foglalkozik a családom, és nálam igazából nem is volt kérdés az irány. Az rámentem. Na jó, de nem Magyarországon, hanem hol? Ez a dél-tiroli Olaszország, Bolzano környéken egy kis faluból származok. És hogy kerültél Magyarországra? Hát úgy, hogy a bor miatt, a szőlő miatt jöttem ide először, végeztem a Geisenheimi Páraegyetem, ilyen borászati szakban, és technológiával itt foglalkoztam, és úgy jártam először, azt hiszem Egerbe voltam, utána a Szexárd, Villámba, és főleg a technológia ügyben. Uh-huh. És egyébként mi tetszett meg neked Magyarország szőlőművelésével kapcsolatban, vagy a mi szőlőinkkel kapcsolatban? Nekem azt igazából vonzott idő, hogy a területen még a klassz klíma látszott, hogy lehetne különleges bor készíteni. És ezért jött akkor ez az ambíció, egy kisebb pincészet létrehozni. Soha nem váltam nagyra, egy ilyen nagy cégre, csak mindig olyan borok, ami igazából saját magamnak tetszenek. És hát ugye Szigetváron vagyunk, vagy Szigetvár mellett, Mosgón. Hogy kerültetek ide a családoddal, és miért pont itt kezdtél el szőlőt művelni és bort készíteni? Hát az teljesen véletlen volt. Az ilyen fiatalos koromat, egy jó pár év ezelőtt volt, az már ilyen 20 év ezelőtt, akkor az ember még nem gondolkozik annit, akkor ide jöttem picit bulizni, bokostolni, körbe, és akkor egyszerűen megfogtam magam, volt egy kis spórolt pénzem, egy 3 millió forint, és azt, ami volt, azt akkor ide pont elég volt, hogy tudtam ezt a kis terület indítani, és nem gondoltam egyszer, hogy itt is fogom maradni az elején. Tehát aztán itt maradtál, és egyre nagyobb területeket birtokoltál, hogy úgy mondjam, ugye? És aztán felépült itt egy birtok. Nagy változás volt az életmódom és az egészben, amikor megismertem a párom, aki 2004 óta, csak utána, mielőtt kezdtem, összejöttünk, és akkor kezdte picit komolyabb gondolkozni, és akkor nyilván igyekeztem egy gazdaságos méret létrehozni, szóval nem egy másfél hektár, azon a főjebb mentem, most már 9 hektáron tartunk, ez egy egészséges borászati méret. Majd lemegyünk a szőlőbe is, és akkor ott egy picit bővebben mesélsz a szőlőről, meg a borokról. Ez az Ébner Pincészet és Panzió, ez egy szálláshely is, és rendezvény helyszín. Így van. Hány szobával, milyen szolgáltatások vannak, tehát mit tudnál róla elmondani? Hát összesen most 30 szobánk van, és az út nem csak szoba, ez köztük van apartment is, és ilyen kis különálló présházok, ami felújítottunk, és ezek tudunk akkor kínálni, főleg akkor van szükség mindenre, amik a rendezvények vannak.
A rendezvénynek vagy céges rendezvény, vagy lagzik, vagy borkostolok. Főleg ezek a fajta rendezvények vannak nálunk, és úgy látszik, hát ilyen 160 fő tudunk egy rendezvénynek ellátni, és látszik, hogy az embereknek tetszik, mert úgy látszik, hogy visszatérnek. És ételt is tudtok felkínálni, biztosítani? Természetesen itt van egy kis konyhánk, amivel tudunk főzni. Ilyenkor nyilván nem vagyunk folyamatosan nyitva, ezért egy vendégszakács szokott hozzánk érkezni hétvégenként, aki ezen a társaság lefőzi ezek az ételek, ami éppen kívánt. Általában kikből áll a vendégkör, kik járnak ide, kik pihennek meg itt szívesen? Főleg magyarok igazában Magyarországról jönnek, mondunk Alföldről, Miskolc, Budapest, igazából mindenhonnan egy picit. Az annyira kis cég vagyunk, kis pinceszet vagyunk, és a vendéglátásunk se egy nagy cég, mint most egy városban, ha mindig teltházban cserélnek a szobák. Nálunk főleg egy hétvégi turizmus van, illetve ezt a rendezvény célturizmus. Ezért úgy gondolom, hogy a vendégek hétvégén bizony a céle, vagy kipihenni, vagy kimondottan ezen a rendezvényre érkeznek. Szóval ez főleg a motiváció, miért hozzánk jönnek. Ezen a részen milyen szőlők vannak? Ez most Pinot Noir. Uh-huh. Nálam ugye van 90%, majdnem a legtöbb a vörös szőlő. Uh-huh. És ez az egyik a Pinot Noir, utána van még Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és Merlot. Összesen hány hektár területen? A szőlő az 9 hektár, és ez fölött van még az almás, ami most 14 hektár. Uh-huh. És hát nyilván mindegyik szőlő máskor érik be. Így van. A Pinot Noir az egy pici korábban jön, utána majd a Merlot, Cabernet Franc és a végén a Cabernet Sauvignon. És nagyon befolyásolja az időjárás a szőlő, az a legfontosabb persze, hogy ha most általánosan ezen a sok napsütéssel, ami télen van, a szüret az kezdődik szeptemberben, és utána megyünk végig, van amikor novemberig még szüretelünk. Jé. Mint kézzel. És ez meg is látszik a borok minőségében, vagy ízvilágában? Persze. Nagyon fontos, hogy a szőlő érett. Az a lényeg. Ha érettek a szőlő, a sav alacson, a cukor, illetve majd az alkohol egy picit magasabb, és főleg a tanninok, a csersavak érettebb, és szép lágyabb lesznek a borok. Szóval a szüretelési időpont az egyik legfontosabb a szőlő termesztésnél. Egy kicsit hűvi van, hány fok van? 13 fok. Télen-nyáron? Télen-nyáron, az az ideális. Uh-huh. Ez már egy nagyon régi pince, sok száz éves, és a hőfok még a páratartalman pont olyan. Hát erre is készült végül, mindig is boros pince volt itt. Valamikor nagyon régebben a tized pinceként szolgált, és innen gyűjtött. A török össze. Időben? Ne, akkor még nem, utána. Ja, utána? Utána, uh-huh. Utána volt az egyháznak gyűjtötták a 10% adóit, és akkor innen elvitték lovaskocsival Pécsre a püspökségnek. Uh-huh. Ezek hány literes hordók? Ezek 500 literes hordók. Én a vörösboré mint barikon tárolom, nem ezért, mert annyira szeretem a barik, azt mindjárt hozzateszem, én csak azért szükség van a barik hordó, mert az oxigén kell nekünk. Ja, és lélegzik, ugye? Igen, van egy mikrooxidáció. Van egy ilyen pár milliliter havonta per hektoliter, ami átengedi ezt a dunga, és ezért fontos nekem mindig új legyen, és akkor tud élni a bor, mert ezek a nagyon testes, intenzív vörösborok, nagyon szükség van a levegőre és a sok időre. Mm. És ha nem használom ilyen barikot, akkor ihatatlan a bor. Mm-hmm. Szóval erre köteles minket ezt használni. Nyilván a legjobb hordó próbálunk keresni magunknak. Például van egy klassz cég itt Szigetvár mellett, a Trust Hungary, ami nagyon szeretem, és ez egy nagyon komoly cég, és akkor én onnan veszek a hordok, innen valósi cégtől.
Ugye említetted a szőlőben, hogy főleg kékszőlőket termesztett, abban ugye vörös borok készülnek, akkor ezekben a barik hordokban vörös borok érlelődnek. Nálam csak a vörös bor vannak benne, igen, és minimum 2 évig tartom itt, és csak egyszer használom a hordot. Menjünk egy picit tovább, de azért vannak reduktív érlelésű borok is? Az a pici, aminek van, marad, ugye? Van, igen, az még egy kis csarnokban van, amit mellette találunk, oda mindjárt sétálunk. Jó. És akkor gondolom, majd megkóstolunk egy kicsit. Nyilván. Mielőtt megkóstolunk a borokkal, megyünk még, nézünk ezt a részét, ez egy technológiáról szól, és azt gondolom, mai napon technológia nélkül, ha már van egy pár ezer liter bort, muszáj használni valamennyi technológiát, már csak ezért a tisztaság miatt kell a rozsdamentes tartályok, kell egy bizonyos hűtőtechnikát, tudunk hidegen feldolgozni, illetve ereszteni is borok, kellene hatékonyosan minden kevésebb oxidációval lepalackozni ezek a borok, szóval kellett bizony töltő és záró technológia, dugozó. Ezek a dolgok nélkül nehéz a mai napon olyan bor készíteni, ami minőségi a helyen áll. Ha megnéztünk a pinceben a hordójelölés, és ez a hosszú folyamat, ahogyan készülnek a borok, most szeretném bemutatni egy-két borunk, ami azt jelent, hogy kezdeni szoktunk a fehérnél. Ez van egy borzongásunk, ami... Ez a neve. Az a neve, igen, az a neve, borzongás. Ez ezért van, mert egy nagyon friss, szénsavos túlsított gyöngyözőbor. Főleg most nyáron, amikor meleg van, mint most, akkor jól esik valami hideget, és akkor borzongunk is egy picit. Igen. És az elég jó. Már régóta készítünk, és azért ilyen mondhatunk, hogy ilyen kis sikertörténetünk, ami nagyon körülünk, ha rátaláltuk egy ilyen termékkel. Főleg ezért is, mert a címke út is kommunikálja picit ilyen, igen, erotikus, ilyen szexis, igen, ilyen laza. Megöleli a pohára. Elcsábítja éppen a pohára palackot, az a párom kitalálta annak. És utána szeretném folytatni, illetve kóstoltatni veled egy Pinot Noir. Az nálunk az egyik fő fajta, ez egy szászló borunk. Ez egy nehéz fajta Pinot Noir, ami azt gondolom, hogy ezen a környéken főleg jó minőség tudunk termelni. A Pinot Noir nagyon helyigényes, és egy nagyon nehéz fajta, ezért is a neve nem véletlenül hisztis lett. Szóval ez a Pinot Noir hisztis. És mi lesz az első? Most az első Pinot Noirra mégiscsak kezdünk. Jó. Köszönöm. Köszi szépen. Nagyon szép a színe, igen. Itt is látszik a Pinot Noiron, ha érlelt borról van szó, ez már ilyenkor már nem ez a nagyon rubin mély, ha már egy picit matt lesz ilyenkor. Igen. Ez egy 16-os, ez most még az aktuális Pinot Noir. Illatban ilyen fűszeres, gyümölcses típusú bor, és ivásban egy nagyon lát kerek bor. Úgy szoktam mondani, egy kedves bor. Hát akkor barátkozunk. Igen. Komoly bor. Ez egy komplex bor. Finom. Köszönjük szépen. Na, akkor borzongunk együtt egyet. Jó. Jön a borzongás. Köszönöm. Ez ilyen habzó. Ez egy gyöngyöző bor. Gyöngyöző. Itt vigyázni kell a nevezésre. Ja. Mert Tehát gyöngyöző. Van bor kategória. Van gyöngyöző bor, ez 3,5 bárik, és utána van habzó bor, az már pezsgő. Mert jóval több a szénsav. Nagyon kellemes az illata. Ez egy grapefruitos, citromos. Valamilyen citromos, igen, ezt nagyon érzem. Hát akkor... de finom. Tényleg ilyen borzongos, nagyon jó, nagyon finom. Üde, nagyon jó. Persze, ez főleg hidegen most nyáron. Igen.
Az Ébner pincészet és panzió mellett a szigetvári kiskakas éttermet is Andreas Ébner igazgatja, amely a város központjában magyar és olasz ételekkel várja a vendégeket. Az étterem konyhafőnökének kiválasztásában elsődleges szempont volt az olasz és a magyar konyha magasfokú ismerete, ezért Andreas ezt nem bízta a véletlenre. Andreas Dél-Tirolból származik, te meg 20 évig ott dolgoztál, úgyhogy nem volt véletlen, hogy Andreas téged választott az étterem séfjének. Ez akkor azt jelenti, hogy az ételkínálatban megjelenik ez az olasz vonal is? Igen, így van, természetesen megjelenik, ugyanúgy, mint az olasz, mint a magyar, ezért nagyon sok eredeti olasz alapanyaggal is dolgozunk, és a magyar vonalon pedig a helyi termelőktől jó részt vásároljuk az alapanyagokat. Olaszországból hozatjátok az alapanyagokat az olasz ételekhez? Igen, így igen? Van. Igen. Akkor te ebben nagyon otthon vagy, nem? Hogy mit kell? Igen, igen, szinte hát Olaszországban, ahogy 20 évig ott éltem és dolgoztam, ugyanazokkal az alapanyagokkal mondva főzök itt is. És az olasz ételek inkább tésztásabb ételek? Egyelőre még nem, inkább a húsok irányba és salátájába megyünk az étlapon, de viszont a későbbiekben fogunk házi készítésű tésztákkal is kedveskedni a vendégeknek. Igen. Na és a magyar vonal, az miben nyilvánul meg? Milyen ételeket kínáltok? A magyar klasszikus, mivel kiskakas étteremről beszélünk, ezért természetesen nem hiányozhat a kakaspörkölt az étlapról. Szarvas, magyar szarvas. Olasz stílusban, tehát kicsit modernebb tálalási móddal, technológiával felvesszük, ugye tartjuk a lépést a 2022-es gasztronómiával. És hát ugye az emberek a szemükkel is esznek. Így van. Most van előttünk ugye a tipikus kiskakas pörkölt, és ez például milyen étel? Ez egy szarvas gerinc. Igen, de gyönyörű, tehát egy esztétikai élmény is. Igen. Igen, egy szarvas gerinc, médiumra sütve, grill polentával és párolt vajazöldséggel. És egyébként a vendégkör az megszokta, vagy szereti, vagy kereste az olasz ételeket is? Tehát hogy kereste? Másfél hónapja vagyunk nyitva, úgyhogy mi is még tesztelgetjük a közönséget. Igen, de hála jó Istennek, pozitív benyomással, nagyon jó visszajelzésekkel, és maximálisan a legnagyobb teljesítménnyel megyünk tovább. És de látom, hogy azért vannak vendégek. Igen, ez nagyon jó. Nagyon jó. És nagyobb vendégsereget is ki tudtok szolgálni? Vannak-e esetleg családi rendezvények? Tehát ilyenre gondolok. Igen, természetesen rendezvényeket is fogadunk. Van külön rendezvénytermünk, úgyhogy egy 30-40-50, akár nagyobb fős rendezvényeket, lakodalmakat is ki tudunk szolgálni. Igen, van erre mód lehetőség. Te az étlapon sok étel több van? Több mint 10 főételünk van, igen. 7-8 előétel is van, meleg előétel, majd hideg előételek is. Ugyanígy, tehát oktopusz, tehát a polipsaláta, ami inkább olaszos, egy mediterrán halsaláta. Libamájpástétumunk van, az magyaros, tehát egy igazán kis kevert, érdekes étlapunk van, de szeretik ezt a vendégek, és pozitív, sok visszajelzés. És milyen időközönként tervezitek változtatni az étlapot? Szezonálisan esetleg? Így van, szezonálisan, igen, mindig. Mert erre is törekszünk, hogy a friss termékekkel dolgozunk, semmi birelit, friss zöldség, friss gyümölcs, friss hal. Úgyhogy mindenképp szezonálisan fogjuk váltakoztatni. Séfnek nem csak jól kell főznie, hanem nagyon kreatívnak is. Ugye vannak olyan ételek azért, hogy te találod ki? Tehát állandóan úgy gondolkodol azon, hogy mit lehet egy picit újítani? Így van. Hát igen? Folytonosan jár az agyam. Igen, igen. Elvileg nem viszi az ember haza a munkát, de agyban azért. És otthon mit tesztek? Amit kapok az asszonytól. Jaj, asszonyol főz? Hála jó Istennek, igen. Jó, úgy látom én is, hogy a vendégek biztos, hogy nagyon meg vannak elégedve, mert sokan, tegnap is itt voltunk este, sokan voltak. Igen, igen, hál' Isten, nem panaszkodhatunk tényleg, és ez csak egyre jobb lesz, mert még nem nyitottunk, és még csak most terjed a híre, hogy ez a kiskakas mégiscsak milyen kiskakas, nem az a régi, hanem egy megújult, más személyzet, más étlap. Úgyhogy, ez igen. Egy kicsit felnőtt már ez a kiskakas. Így van, így nem is olyan kis ez a kakas. Így van. Igen.
Szigetvár látványosságai mellett érdemes a környéket is felfedezni. Patapoklosi például 5 kilométerre fekszik Szigetvártól, amely az itt található református templomáról vált nevezetessé. A műemléki védelem alatt álló református templom 1794-ben épült barokk stílusban, amely virágdíszes festett mennyezetével a többi hasonló díszítésű templomunkkal együtt a magyar és az európai kultúra páratlan értékű emléke. Az épület jelentős felújításon és restauráción esett át az elmúlt években, így már teljes pompájában látogatható. Poklosiról a pár kilométerre lévő Szent Lászlóra mentünk, ahol először a Csuhé Múzeumot néztük meg. Az egykori parasztház teljes felújításának köszönhetően állandó helye lett a Csuhéból készült alkotásoknak, a hagyományok őrzésének, valamint a népi kismesterségek bemutatásának. A Csuhé fonás erre a vidékre jellemző? Ide 1947-ben telepítettek fel vidékről naszfadiakat, és ők hozták ide a csuhézásnak a mesterségét, amit ők nem is csuhézásnak, hanem sustyázásnak neveznek. A kukoricacsövet borító levelet dolgozzák fel, abból készülnek ezek a tárgyak. Tehát akkor azóta, akkor itt a faluban is már hagyományá vált. Igen. És milyen csuhéból készíteni bármit is? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Hát amikor feldolgozzák, akkor szétválogatják az anyagot, a keményebb anyagokból készítenek csuhéfigurákat, a belső puhább részekből készítik el a használati tárgyakat, és be kell vizezni ahhoz, hogy tudják formázni a csuhét. A használati tárgyakhoz ilyen rámákat használnak fel, igen, vetik fel a csuhét a sodráspödréssel, és utána egy kapacs nevezető eszközzel húzzák bele a szálakat, és amikor megszárad, akkor utána leveszik, és utána tartja meg ezt a tartós formáját. Mennyire tartós? Tehát meddig él egy ilyen tárgy? Nagyon sokáig lehet használni, úgyhogy több évig, és hogyha eldobják, akkor nem környezetszennyező. Hát tulajdonképpen a műanyag elődje, vagy a műanyag előtt ezzel készítettek sok mindent. Igen. A felvidékiek is úgy kezdtek el vele foglalkozni, hogy hát ilyen házipari jelleggel tartottak nekik tanfolyamokat, illetve az iskolában is tanították nekik a csuhézás mesterségét a gyerekeknek, mivel a háború miatt ugye kevés volt az alapanyag, és Angliába kerestek bevásárló szatyrokat, és itt lehet látni, hogy ez volt az eredeti szatyor, itt is van egy. Gyönyörű, igen, könnyű. És ezt el tudták adni Angliába, és ebből volt pénzük, keresett kiegészítésük a családoknak. És ott a fényképen is lehet látni, hogy az egész család foglalkozott vele. Tehát a férfiak az előkészítésben, a nők pedig a gyerekek a fonással foglalkoztak. És hát tulajdonképpen a fantáziát szabadjára lehetett engedni, ugye? Igen, utána már a modern kornak megfelelően készítettek rámákat, például ez már egy ilyen divatosabb táska. Így van, ez egy divatosabb táska. Hát ez abszolút ma is menő. És megmaradt ez a hagyomány? Vannak még, akik ezzel foglalkoznak? Igen, szerveztünk itt tanfolyamokat, és megtanulták a fiatalabbak is. Meg kell mondanom, hogy elég időigényes munka, ezért kevesen végzik, de vannak még idősek is, akik készítenek ilyen csuhé tárgyakat. De látom, hogy nem csak használati tárgyakat, hanem dísztárgyakat is. Igen, készítenek. Ott ilyen ipiparművészeti tárgyakat lehet látni a másik teremben, illetve gyerekjátékokat készítenek még belőle, és hát nagyon sok ügyes csuhésunk van, például az évmestere díjat is ketten is elhozták, egy évmestere, meg egy év ifjú mestere díjat is, úgyhogy itt látható a váz, amit a mesterségek ünnepén kaptak meg. És a gyerekek, amikor találkoznak csuhébabával, ez híres csuhébaba, akkor tetszik nekik? Tehát a mai gyerekek hogy játszanak, vagy szívesen, szeretik? Szívesen készítik, igen, és szívesen játszanak is vele, és nagyon sok pályázatot is nyertünk a csuhé gyerekjáték kategóriánkban. Két évente van a vándorlegény pályázat, országos pályázat, ahol többször elhoztuk az első díjat a
az elkészített alkotásainkkal. De most így lepillantottam, még papucs is van. Igen, két papucsot lehet készíteni. És vagy nem töri fel a lábat? Vagy ez nem, egy kicsit hát ez fel van puhítva? Vagy hogy nem, masszírozza. Igen. Tehát még kimondottan egy kis akupunktúrás hatást kelt. Ezeket kik készítették, ezt a sok mindent? Hát, ami itt látható a múzeumban, több mint 300 darab van a hazai mestereken kívül, meg a helyi mestereken kívül, Kárpátaljából, Erdélyből, Vajdaságból, és Felvidékről kaptunk még tárgyakat. Az ismerőseink adták össze az itt lévő kiállítási anyagot. És bővül egyébként a kiállítás anyaga? Jönnek újabb is, vagy cserélődik? Hát nem cserélődik, de bővül, mert nagyon sok ismerősünk ad még ajándékot, de a helyi hiánya miatt ugye nem tudjuk kiállítani, inkább időszakos kiállításokon mutatjuk azokat be. És meg lehet vásárolni esetleg valahol, tehát hogy azért ezzel is foglalkozik a falu? Hát így nagyon nem, gyerekjátékokat lehet. Mert valakinek megtetszik, hú, de jó lenne nekem egy ilyen otthonra. Igen. Nem nagyon lehet, mondom, már kevesen készítik, de a gyerekjátékokat azt szoktunk meg, hát járunk kézműves vásárokba. Uh-huh. Ahol meg lehet vásárolni. Mesterségek ünnepére rendszeresen fölmegyünk. Kinga tud csuhéból falni? Igen. Igen? Igen, csak nagyon amatőr szinten. Tehát akkor már készített különböző. Igen. Miket? Hát elsősorban én is gyerekjátékokat, mivel óvodapedagógus vagyok, a gyerekeknek inkább ezt tanítom. Nagyon sok kézműves játszóházat tartunk, nyári táborokat fejleszti tartunk. Fejleszti a kézügyességet? Igen, mindenképpen, meg a kreativitást, mert ez nem szabály szerint kell készíteni, hanem éppen ahogy a levél adja. Hát igen, mert minden az alapanyag. Ugye a kukorica más. Igen. Az itt készült használati tárgyak többféle technikával készülnek, az a felvidéki az sodrás pödréssel, erre rá már tették rá, erre pödörték rá, és akkor itt van a kapacs, amivel áthúzták a viszintes szálakat. Akkor van a hármas vonással készült tárgyak, van lapítással és csomozzással készített használati tárgyak. Tehát többféle igen, a technika. Igen, uh-huh. Többféle technikában készülnek ezek a használati tárgyak. Úgy van nyitva egyébként, mint egy múzeum? Tehát úgy látogatható, vagy bejelentkezés alapján? Bejelentkezés alapján, tehát állandóan nincs nyitva, de az az előnye ennek, hogy tehát reggeltől estig bármikor lehet jönni, és hétvégén is, úgyhogy bejelentkezés alapján. A Csuhé Múzeumtól nem messze található a német tájház, ahol a Szent Lászlóra betelepített német ajkú közösség használati tárgyait lehet megtekinteni. De a ház nem csak kiállító helyként, hanem közösségi térként is működik, valamint itt kapott helyet a híres zselic kutatónak, Varga Károlynak néhány dokumentuma, és a Szent Lászlón született Bayer Erzsébet festőművész egy festménye is. Szent Lászlót sem került el a német betelepítés. Mióta éltek itt németek? Az 1700-as évek végén nagyon sok német betelepült ebbe a községbe. Volt olyan időszak az 1800-as években, hogy a lélekszámuk annyi volt, hogy körülbelül 85%-a a falunak német ajkú volt. Sváboknak nevezték őket, németeknek nevezték őket, aztán 1945-ben a kitelepítés megtörténik, 47-ben betelepítik ide a felvidéki magyarságot, a németeket pedig a hajdani NDK-ba telepítették ki, de közülük nagyon sokan itt maradtak, és a magyar vegyes lakosság a horvátokkal együtt élt. Mi ebben a gyűjteményben szerettük volna megmutatni az utódoknak, hogy hogyan éltek az itt élő németek, de hogy a tájház megnyitóján 2003-ban az önkormányzat létrehozta ezt a gyűjteményt, azért beszélek gyűjteményről, mert a ház német tulajdonban van. A gyökerei ide mutató, ma is Dresdában élő német úr visszavásárolta a szülői, nagyszülői házat, átépítette, a német stílusjegyeket meghagyva,
és a mi kis hajdani gyűjtött anyagunk, vagy ami a házaknál maradt, mert időnként csináltunk időszakos kiállításokat, annak ezt a négy helyiségét, a házának a négy helyiségét átadta a helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk részére. De látom, hogy a két nemzetiség azért hatott egymásra, mert egy kicsit olyan, mint egy magyar parasztházban egy tiszta szoba. Igen, igen, jól beilleszkedtek. Nagyon sokan magyarnak érezték magukat. Hát kilógtak a sorból, a Volkspunk tagok azok előbb el is menekültek, de jól megéltek együtt egymás mellett. És itt van egy másik szint, ugye fölöttünk, ott mi van? A fölöttünk is kihasználtuk a teret a kis gyűjteményünkhöz. Az egyik terembe használt, vagy helyeztük el a régi használati eszközeiket. Ezeket általában funkciója, az eszköz funkciója, vagy anyaga szerint csoportosítva. Például egy helyre kerültek a fémeszközök, a sarló, a kasza, a fűrész, a másik helyre a cserépedények, és itt sorolhatnám. A negyedik terembe pedig egy újabb pályázattal sikerült egy foglalkoztató, pedagógiai foglalkoztató teret létrehozni. Ott képeken, különböző játékokon próbáljuk egy kicsit elmélyíteni, hogy milyen volt a nemzetiségi múlt, az identitásukat növelni ezzel is a gyerekeknek. Nagyon szeretik ezeket a foglalkoztató órákat. Ahogy belépünk, ott helyeztük el Szent Lászlóval kapcsolatos képi és írásos anyagot, viszonylag keveset, de ami ebbe a kis termecskébe belefért, és ott helyeztük el a Szent László egyik nagy tanítójának, a hajdani kántor tanító fiának, Varga Károly zselickutatónak, a Pécsi Tudományegyetem nemzetiségi, német nemzetiségi tanszékének a megalapítójának, meg egyházi és egyéb dalok gyűjtőjének az anyagát, és másik neves szülöttünk pedig Szirmainé Bájer Erzsébet, akinek egy képét helyeztünk el, aki itt született, és a képeivel a nemzetiségi múltat festi. Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi-pipa, papi-fapipa. Valószínűleg nézőink közül sokan ismerik ezt a nyelvtörő mondókát, melyben már rengeteg embernek beletörött a bicskája. A pipázás gazdag tárgyi emlékeit mutatja be egy pipa múzeum, és hol máshol, mint Ibafán. Nem véletlenül itt Ibafán nyílt ez a pipa múzeum, hiszen egykoron itt élt az a pap, aki pipázott, és őt csak egyszerűen úgy ismerték, hogy pipás pap. Ki volt ő? Igen, ő volt Hangai Nándor plébános, aki 1864-től 1905-ig, 41 évig szolgált az ibafai híveket. Híresen pipás ember volt, róla írta egy újságíró barátja ezt a verset, majd az 1931-ben operettszerzők felhasználták a verset, és nótát írtak belőle. Ekkor lett igazán híres ibafa, meg az ibafai pap. Az akkori plébánosnak viszont nem volt pipája, ezért a hívei csináltattak neki egy szép nagy pipát, aminek jelenleg csak a másolatát tudjuk megmutatni, de az új múzeumban már látható lesz az eredeti is. És ő ezt mutatta meg, mikor keresték rajta az ibafai pap pipáját. Ez az első tárgyi emlék, amit ezzel a történettel kapcsolatban meg tudunk mutatni. És innentől kezdve az ibafai papok kezdtek pipákat gyűjtögetni. Uh-huh. Tehát akkor ez végül is egy hagyományá vált. Igen, ez egy hagyomány. Az egyházi gyűjtemény sokáig itt volt látható közelben a paplakban, majd 2002-ben bevitték a püspökségre, amit két évvel ezelőtt kiállításra megkaptunk. Most viszont újra bevitték a múzeumban restaurálásra, mert a leendő új múzeumban lesz elhelyezve. De azért itt maradt elég, úgyhogy
el lehet itt álmélkodni, hogy milyen dohányzó eszközök voltak egykor. Igen, itt közel 200 kiállítási tárgy van. Ezt a múzeumot 1968-ban a Pécsi János Palánc Múzeum munkatársai hozták létre. Azóta kétszer átrendezték, és azóta itt látható a gyűjtemény. Igen, és hát vannak ilyen mívesebb darabok is, gyönyörűen meg vannak faragva, különböző anyagokból vannak, és van-e jelentőség annak, hogy milyen hosszú egy pipaszál? Jelentősége van, mert régen ugye nagy pipafejet használtak, és nehéz volt kézben tartani, sokszor a fotelba ülve tették a padlóra, illetve azt mondják, hogy a hosszú pipaszálba valamilyen szinten kihűl a pipas püst, így kevésbé lesz káros, ezt a változatot is használtam. Ja, értem. És milyen nagyon érdekes pipák vagy dohányzó eszközök vannak itt a múzeumban? Sokféle pipa található, ugye először is az anyagával különböztetjük meg. Vannak fapipák, gyökérpipák, cseréből készült pipák, porcelánból készült pipák. Valamikor a múlt században igazán jelentős volt a tajtékpipa, ami faragható kő, abból készítették a pipákat, így volt tartós. És miért tajték? Tehát mi volt a jelentősége? Tajték vagy tajtpipa a mediterrán vidékről származik, a tengerpartról. Innen ered ja, a neve. Értem. De ugyanolyan tipa, mint igen. Ez egy könnyű faragható kő. Erre ja, rátaláltak. Igen. A másik jelentős a gyökérpipa, amit a hanga cserje gyökeréből készítenek, az tartósabb, bírja a hosszú idei igénybevételt. Aztán vannak itt történelmi pipák is. Itt van Deák Ferenc pipája, Károly Mihály pipája látható. Egy 1848-as Kossuth címeres pipa. Ezek a történelmi... Hogy maradtak pipa. Ezek fent? Hát ezt a gyűjteménnyel együtt kaptuk. Ja, értem. És mondta nekem a polgármester úr, még mielőtt elkezdtük volna az interjút, hogy vannak pipázós versenyek, tehát pipaversenyek. Ott mit kell tudni? Tehát azt kell tudni, hogy van olyan, hogy lassúsági pipaszívó verseny. Lassúság? Igen, a nevében is benne van, hogy lassan kell szívni a pipát. A verseny lényege, minden versenyző kap egy azonos méretű pipát, 3 g dohányt, pipatömőt és 2 szál gyufát. 5 perc előkészület után 1 perc áll a meggyújtásra, és utána a dolog lényege, hogy ki tudja tovább szívni a pipát, ennek megvan a külön tudománya. Vannak Magyarországon pipaklubok, van országos verseny, és járnak a klubok még világversenyre is. És a magyarok jók ebben? Igen, jók a magyarok, több világbajnokunk is van már. És mi volt a leghosszabb idő, ameddig kibírta? 3 óra, egy néhány perccel győzött az egyik versenyző, magyar versenyző. Azt hiszem, ez a magyar csúcs. És a polgármester úr pipázik? Igen, pipázom. Versenyen is részt szokott venni? Versenyen is részt szoktam venni. Ibafán minden évben a falunapon van verseny, összejönnek a klubok és versenyzünk, de el szoktam menni Szigetvárra, Pécsre, ahol klubok versenyt hirdetnek. És így részt veszek minden évben egy vagy két versenyen. És ezzel baranyai kirándulásunk végére értünk. Az elmúlt 2 adásban bejártuk Szigetvár történelmi látnivalóit, de felkerestük patapoklosi Szent László és Ibafa egy-egy érdekes helyszínét. Innen az ibafai pap szobrától búcsúzunk nézőinktől, de számítunk továbbra is megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.